Érezzétek! Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén 65. Zsoltárunk első versét énekeljük. A Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Helyünkön ülve a 255-ös számú dicséretnek az első és második verseit énekeljük, mely igen jó az Úr Istent dicsérni. Gyertek, fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. A 100. Zsoltár verseit olvasom, heti Zsoltárunk, mely így szól: hálaadó Zsoltár. Újjongjatok az Úr előtt az egész földön, szolgáljatok az Úrnak örömmel, vígadozva járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hála énekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyeim, édes atyánk, irgalmas Istenünk,
Neked köszönjük az elmúlt hetet, annak minden áldását, minden ajándékát. Köszönjük, hogy oly sokszor megtapasztaltuk, hogy Te velünk vagy. És köszönjük, hogy ma is ide értünk. Köszönjük a harangkívogató hangját. Köszönjük, hogy itt otthon vagyunk nálad. Valóban. Hadd csendesedjen meg lelkünk. Életünk sokféle rohanásából, kattogásából, zakadolásából. Hagy tudjunk megpihenni itt lábaid előtt. Hagy tudjon töltekezni szívünk, lelkünk erővel, békével, tőled való útmutatással, vezetéssel. Hadd tudjuk letenni terheinket, fölvenni tőled erőt, reményt, vigaszt, békét, kinek köztünk mire van éppen szüksége. Köszönjük, hogy hálával állhatunk eléd, mert te jó vagy, mert az te szereteted és hűséged örökké tart, ahogyan régen eleink előtt, az ókorukban, úgy most is, és reménységünk szerint ezután is. Légy érte áldott. Áld meg így Isten tiszteletünket, a te ígédre való figyelésünket, ünneplésünket. Amen. Most foglaljunk helyet, és mielőtt a gyermekeket elbocsátjuk a gyermek Isten tiszteletre, szeretettel hívom azokat, akik az elmúlt hétvégén, a gyülekezeti családi hétvégén voltunk. Kérlek benneteket, jöjjetek ide. Itt nagy örömmel mondom el, hogy 26-an, illetve 29-en voltunk családi táborban. Azért nem voltunk ide haza múlt vasárnap, de megnéztem a képeket, amik készültek, és látom, hogy itt maradók itt voltak Isten tiszteleten, és nagyon-nagyon örülök. Márkos Gábor nagy tiszteletű úr hirdette az igét közösségünkben ezen a múlt vasárnapon. Mi pedig gyertek úgy kicsit elrébb, bátran, kicsit összébb, úgy, hogy ott töltöttünk péntek, szombat, vasárnapot. Igen, segítsünk egy kicsit odaállni, úgy gyertek ott a többiek elé, ez az. Jó, három napot töltöttünk péntek vacsorától vasárnap ebédig, és akkor azt kérem, hogy valaki vagy valakik, akik egy-két mondatot mondanának, hogy mi volt, hogy volt, mi történt, legyen szíves valaki, szóljon, ne én beszéljek mindig. Bátor önkéntes. Patika. Tahiban voltunk a református üdülőben, hét család, fantasztikusan éreztük magunkat. Köszönjük a lehetőséget, tulajdonképpen ezt az egészet a Betlen Gábor alapkezelő ZRT-ával meghirdetett pályázaton nyert összeg alapján tudtuk finanszírozni. És hát ebben három napban mi is történt pontosan, rengeteg beszélgettünk együtt, ami nagyon jó volt mindenünk számára szerintem. Aki csak egy napot töltött velünk, vagy mind a három napon végig velünk volt, határozottan jobban megismertük egymást, hiszen vasárnapoként hiába ülünk együtt itt a templomban, mégis másabb volt ez, amikor közösen beszélgethettünk, közösen gondolkodhatunk egy-egy ige szakaszról, és egy nyilván fontos volt az is, hogy minden pár együtt is át tudott ülni, és egy kicsit elmélyedhetett, és egy kicsit gondolkodhatott, és a saját kapcsolatokról beszélgethetett, illetve Istennel közös kapcsolatokról. És hát nem csak beszélgettünk, hanem nagyon finomakat ettünk, és egy hatalmasabb túráztunk, amivel fárasztó volt, mégis megérte. Köszönöm. Más valaki még? A finomokat tettünk. Szerintem az egészségben a csúcsa vacsora után lefekvés előtt a diétás zsíros kenyér volt hagymával, kinn az asztalnál este 10 órakor. Fantasztikus, jó nagy beszélgetések közepette. Sokat énekeltünk is, azt mondtad? Nem. Na hát akkor sokat énekeltünk, ebből szeretnénk most egy éneket énekelni, ezt kinek bízhatom a kezére? Nincs itt a ritmus szekciónk. Rendben, akkor csak az ének, hadd szóljon.
És akkor a gyerekek maradnak, akik a gyermek istentiszteletre indultok. A mai történet, ha úgy tetszik, egy bankban játszódik. Egy korabeli bankban, vagy ha nem bank, akkor hogy mondanánk ma? Vámudvarban. Vámos helyem, hogy ott mi történt, elmondja Eszter néni, hallgassátok figyelmesen. Induljatok, áldott gyermek Isten tiszteletet nektek. Mi pedig az ige hallgatásra készülve a 173. dicséretnek énekeljük az első versét, ezt a 42. Zsoltár dallamára énekeljük. Maradva a helyünkön hallgassuk Isten igéjét. Prédikátor könyvének harmadik fejezetéből az első 8 verset olvasom. Református Biblia olvasó kalauzunk elnapi Ószövetség ige szakasza. Mindennek megszabott ideje van. Megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak. Megvan az ideje az ültetésnek, és megvan az ideje az ültetvény kitépésének. Megvan az ideje az ölésnek, és megvan az ideje a gyógyításnak. Megvan az ideje a rombolásnak, és megvan az ideje az építésnek. Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. Megvan az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak. Megvan az ideje a kövek szétszórásának, és megvan az ideje a kövek összerakásának. Megvan az ideje az ölelésnek, és megvan az ideje az öleléstől való tartózkodásnak. Megvan az ideje a megkeresésnek, és megvan az ideje az elvesztésnek. Megvan az ideje a megőrzésnek, és megvan az ideje az eldobásnak. Megvan az ideje az eltépésnek, és megvan az ideje a megvarrásnak.
Megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek. Megvan az ideje a szeretetnek, és megvan az ideje a gyűlöletnek. Megvan az ideje a háborúnak, és megvan az ideje a békének. Az első verset szeretném kiemelni, mert így szól, mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Amen. Szeretett testvérek, e felolvasott bibliai szakasz az időről, a szabott időről beszél, egész pontosan arról, hogy mindennek rendelt ideje, sőt időpontja van ebben a teremtett világban, hogy mi mikor következik, vagy mi mikor kell történjen, vagy mit mikor kell végezzen az ember. Ez a szabott idő, ez a rendelt idő pedig úgy működik, hogy mindez Isten rendjét sugározza nekünk. A kérdés, akarom-e ezt a rendet? Elfogadom-e ezt a rendet? Jó-e nekem ez a rend, ami az idő kérdésében Isten rendje? Látszólag értelmetlennek látszik a kérdés, de nem az. A Szentírásból menetrend szerint vannak, akik szeretnének bizonyos részeket kivenni, kivágni, kihagyni, mert az ő érdekeit sérti, nem szolgálja, zavarja. Ma is vannak ilyen törekvések. Svédországban éppen a teremtés történetet szeretnék kivenni a Szentírásból, mondván, hogy az, hogy férfivá és nővé teremtette, az kirekesztő azok számára, akik mást gondolnak magukról. Így izgalmas kérdés saját magunknak, amire Isten azt mondja, megvan a szabott ideje az ég alatt, a földön, ennek is, annak is, amannak is, azt én hogyan fogadom? Az időnél maradva, mindannyian nagyon-nagyon érezzük az időnek a szorítását, hogy mennyi mindent kell időre tegyünk. Sokszor, mikor az üdvösségről beszélgetünk, nem is az, hogy ott hú, de jó lesz, ilyen jó lesz, olyan jó lesz, azt tetszik sokaknak, nagyon egyszerűen mondva, hogy ott nem fog csörögni a vekker. Nem vagyok az idő szorítása alatt. Az örökké valóság azt jelenti, hogy nem ketyeg az óra. Nem kell időre kellnem, jelennem, teljesítenem. Nincsenek határidők. A járvány óta, vagy a járvány utáni nyitás óta pedig az, hogy mennyi mindent szeretnénk megcsinálni, és bepótolni, ami elmaradt, azt különösen érezzük, hogy mekkora szorítás, hogy még ezt is, azt is, amazt is, ami mind jó és szép és nemes és szükséges, csak néha-néha azt érezzük, hogy egy kicsit sok, ahány helyen meg kell jelenni, ahány helyre el kell készülni, ahány helyen helyt kell állni. De szeretnék utalni a tavaly karácsonyra. Emlékeztek rá, nem volt másra lehetőségünk, mint hogy itt az udvarban álltunk meg, az udvarban földíszített élő fenyő alatt, egy rövid kicsi áhítatra Szentestén, és úgy mentünk haza családjainkba ünnepelni. Nem kevesekkel beszélgettem már arról, hogy milyen nehéz, hogy mire a családi Szentestéhez érünk, addigra már 3-4 karácsonyi ünnepségen vagyunk túl, és már bele vagyunk fáradva, ahelyett, hogy ott ünnepelnénk végre igazán. Érezzük hát, hogy micsoda szorításban vagyunk. Egy svéd gyermekvers így szól. Sietek, nem érek rá leckét írni, kivinni a szemetet, kitakarítani. Be kell majszolnom az egész világot, mint egy paradicsomot. Mielőtt megöregszem, mielőtt meghalok. Nem jó ez így, mondjuk, és tudjuk mindannyian. De hát, igen, de hát. Kérem, hogy a mai vasárnapon ebbe a kicsit furcsának tűnő ószövetség igébe úgy nézzünk bele, úgy mélyedjünk bele, hogy lássuk és keressük benne Istennek a jó rendjét, amit ő adott. És ebben a rendben, ebben a jó rendben valahol találjuk meg a helyünket, hogy mi az, ami rajtunk áll,
hogy mi az, amiben mi igazíthatjuk, változtathatjuk az időbeosztásunkat, az életünket, a céljainkat, az igyekezeteinket. Prédikátor könyve ez a könyv. A prédikátor személye maga ismeretlen előttünk. Prédikátor Dávid fia. Nem tudjuk pontosan ki. Nem mond magáról többet. De az kiderül, hogy körülnézi, körülvizsgálja az egész világot, sok-sok mindent végig gondol, és levonja a következtetéseit. És így beszél az idővel kapcsolatban is, és azt mondja, hogy végignézi az emberi élet történetét, és a dolgok nem össze-vissza történnek, esetlegesen, véletlenszerűen, hanem a dolgoknak rendje van. Nagyon feszesen mondja el, de nagyon logikus ellentét párokba fogalmazva a tapasztalatait. Nem vitázik azon, hogy mi jó és mi nem jó. Hanem azt mondja, ezek vannak, ezekkel szembe kell nézni, ezek történnek. Tényeket állapít meg úgy, hogy az egészet a teremtő, fenntartó Isten kezébe helyezi, hogy tőle van, ő ennek a forrása, és ő a végcélja. És a megállapításai olyan súlyosak, hogy azok azt jelentik, ezen nincs mit változtatni. És értelmetlen, sőt hasztalan is volna ezen változtatni. Sokkal inkább, mint Isten ajándékait fogadjuk el, és éljünk velük. Mert akarjuk vagy sem, ezek történnek, ám mi magunk úgy vagyunk, és úgy lehetünk ezen történés sorban, és úgy érezhetjük benne magunkat, ahogyan fogadjuk őket aszerint. Nézzünk bele. Mit jelent mindez? Megvan az ideje születésnek és a meghalásnak. Ő tudja, mikor kell szülessek, mikor kellett szülessek, szülessél, és mennyi az az idő, amit itt tölthetek ebben a világban. Mikor kell elvenni. Ő tudja. Megvan az ideje, hogy mennyi az én életem. Ő tudja, mikor kell ültetni, telepíteni, valamibe kezdeni, és mikor kell mindezt elengedni, legyen ez kert, szőlő, vállalkozás, mindennapi munka. Ő tudja, mikor kell valakit kivenni a társadalomból, vagy mikor kell valakit meggyógyítani, hogy éljem. Ő tudja, mikor kell valamit lebontani, eltakarítani, és mikor kell újat építeni. Ő tudja, mikor kell sírva fakadjunk elrontott dolgaink felett, vagy mikor kell éppen örömre derüljünk. Ő tudja, hogy mikor kell szomorkodjunk. Akár egy haláleset után, vagy éppen mikor kell táncra perdülnünk egy mennyegzőn. Ő tudja, hogy mikor, és egy picit nehezebb az Ószövetség gondolatvilága, kell teleszórni az ellenség földjét kővel, hogy ne tudjon termelni, és ő tudja, mikor kell azokat összeszedni, talán megbékélve. Ő tudja, mikor van az ideje az ölelésnek, a lélek boldogságában, a test örömének, és mikor kell abban szünetnek lennie. Ő tudja, mikor kell valamit vagy valakit megkeresni, mint elveszett bárányt, és mikor kell elengedni, hogy akaratlanul is, de a folyton növekvő veszteség listánkra kerüljön. Ő tudja, mikor kell valamit megőrizni, mint értéket, mint ránk bízott kincset, drága kincset, és mikor kell valamit eldobni, elvetni magunktól. És ő tudja, hogy mikor, és itt az Ószövetség szép törvénye jön, mikor kell a gyász miatt, a gyász jeleként a ruhát elszakítani, és mikor kell összevarni a gyász leteltekor, hogy ne maradjunk az örök gyászban, hanem felvegyük Isten vigasztalását. Ő tudja, mikor érvényes az, ha csendben maradtál volna, bölcs maradtál volna, és mikor van az, hogy ha mi nem szólunk, akkor a kövek kiáltanak helyettünk. És ő tudja, mikor van ideje a szeretetnek, mint a legnemesebb érzelemnek, és mikor az ellentétének, a gyűlöletnek. Itt még az Ószövetségben vagyunk, a szeressétek ellenségeteket előtt. És ő tudja, mikor van háborúnak vagy háborúságnak ideje, ami nem kerülhető el, és mikor van a béke ideje, amelyet úgy áhítunk mindig. Ebben a sorban
Ha az új szövetségét is ilyen szemmel olvassuk, tudjuk, hogy a rendelt időben jött el Jézus Krisztus. Hiszen ő mondja, betelt az idő, elközelített az Isten országa. És tudjuk, hogy a rendelt időben ment a keresztre, mikor azt mondta, eljött az én órám, induljunk. És tudjuk, hogy a harmadik nap, az a bizonyos harmadik nap, amelyen föltámadt, amikor annak volt az ideje. És azt is tudjuk, hogy van egy nap, amelyről azt mondja, hogy azt a napot csak az Atya tudja. Azt az ő hatalmában, saját magánál tartotta, amikor eljön értünk, hogy magához vegyen bennünket. És tudjuk, hogy annak is rendelt ideje van, hogy mikor lehettünk az övéi, és annak is rendelt ideje van, hogy hogyan s miként járunk az ő útján, hogyan növekszünk a hitben, hogyan követjük és szolgáljuk őt. És hogy ez valóban így van. Nagyon nehezen éltem meg azt, amikor édesapám elment a világból. Nagyon korai volt, már most, és néhány év kellett csak, hogy megértsem, hogy Isten pontosan tudta, mikor kellett őt felvegye. És ugyanígy az édesanyámnál is. És azt is pontosan tudta az Úristen, mikor kell engem megszólítson, hogy engem az élet örvényei és süllyesztői el ne nyeljenek, hanem megmentett emberként essek át a legnehezebb kamaszkori utakon, kísértéseken. És hiszem azt is, hogy ugyanígy vagyunk itt, hogy rendelt idő, mikor Isten tisztelet van, és fölöltözünk, és elkészülünk, és itt vagyunk. És rendelt idő, ahogy itt vagyunk, ti és magam is. Isten rendje az idő, Istennek rendje van az idővel is. Az idő fogalma a tudományban egy borzasztó nehéz és összetett fogalom, nagyon sokan és sokféleképpen fogalmazzák, határozzák, definiálják. Lehet róla sokat vitatkozni, gondolkodni, ám nekünk a leginkább az a kérdés, hogyan éljek én jól a nekünk adatott idővel? Hogyan éljek én jól azzal az idővel, ami az enyém? Hogy én abban megismerjem Istent, megismerjem magamat. Megismerjem Krisztusnak értemvaló áldozatát, föltámadását, és a számomra is elkészített örök élet lehetőségét. Hogy ebben a én időmben, ami az enyém, elvégezzem azt, ami az én küldetésem. Teljesítsem azt, ami az én feladatom. És közben Isten mértéke, rendje szerint boldog, megelégedett ember legyek. Jézus Krisztus a jelenések könyve végén azt mondja bizony, hamar eljövök. Nem fenyegetésül, biztatásul. És ennek is megvan az ideje. Addigra pedig én kell kész legyek. És kész is lehetek. Nézzük ma úgy az időt, mint idő, mint Isten rendje, mint Isten ajándéka a mi számunkra is. Éljünk jól a nekünk kiszabott idővel. Amen. Most egy percig csendben egy kis orgona muzsikát hallgatva hajtsuk meg a fejünket, és ami a szívünkön van, imádság csendességben vigyük Isten színe elé. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy ideje volt ennek a mai napnak, ennek az Isten tiszteletnek, a Te szavadnak, annak szívünkbe érkezésének. Köszönjük.
Köszönjük, hogy érezzük, hogy velünk vagy, és szeretsz bennünket. Hogy gyermekeidként bánsz mi velünk. Köszönjük. Eléd hozzuk ugyanakkor sokféle nehézségünket, amely ebben az itt ránk szabott időben és világban terhel bennünket. Te tudod, kinek van szívében gyász, vigasztald. És te tudod, ki mindenki beteg köztünk. Kérünk betegeink gyógyulásáért. Különösen könyörgünk most Zsófiért, ki 16 évesen nagyon-nagyon beteg. De köszönjük, hogy lelkében van reménység. Téged kérünk, ha csak lehet, te könyörülj rajta, és erősítsd meg szeretteit, áld meg orvosait. De ugyanígy kérünk minden betegért, kisebb vagy nagyobb bajjal, gyógyítsd őket, és adj szívükbe türelmet is a betegség hordozásához. És kérünk minden munkánkért, amelyet végzünk, itt a gyülekezetben, az egyházban, a munkahelyünkön, ahol élünk. Hadd tudjuk munkánkat a te dicsőségedre elvégezni. Téged kérünk az építkezéseinkért, legyen a te kezedben mind. Áld meg az előttünk álló hetet, döntéseinket, munkáinkat, emberi kapcsolatainkat, családjainkat, szeretteinket. Áld meg, ha valakik már nyaralni indulhatnak, hogy pihenésük legyen. És köszönjük mindazt, ahányszor csak megállhatunk hálával, örömmel, ünnepelve. Köszönjük ezeket a minősített pillanatokat is életünkben. Köszönjük, hogy mindent így bízhatunk rád. Köszönjük, hogy tudjuk, nem a véletlen sors kezében, hanem a te atyai gondoskodó szeretetedben vagyunk szüntelen. Urunk és Istenünk, légy áldott hát e mai napért, és a meghallgatásért is ismét. Amen. Fennállva együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot, a mi atyánkot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglunk helyet, kedves testvérek! És most egy nagyon különleges és nemes pillanat fog következni. Itt köszöntjük templomunkban Zelenai Vilmosné testvérünket, aki hosszú-hosszú ideig a községi óvodának volt vezetője, óvónénie, Isten hozta közöttünk, és ő abból az alkalomból van itt köztünk, hogy itt veheti át az úgynevezett vas oklevelét, a vas diplomáját, miután ő 65 esztendővel ezelőtt szerezte a diplomáját, végezte el főiskolai egyetemi tanulmányait, és megküldték az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem tanító és óvónő képző karáról az ő diplomáját, hogy itt ezt a mai napon ő neki átadjuk. Isten hozta, ahogyan az igehirdetésben is mondtam, mindennek rendelt ideje van, ennek is eljött a rendelt ideje, a napja, ez a napja. Nagyon-nagyon örülünk, hogy itt van. Isten hozta. Szeretettel és tisztelettel kérem először Mészárosné Cinki Krisztinát, hogy mondjon köszöntőt. Kedves idénkedén, amikor a tiszteletes úr megkért engem, hogy pár szóval mondjak valamit az idénkedénye, nem is tudom, hogy mit mondjak, és
az utat eszembe, hogy milyen közös emlékeink is vannak nekünk, mert vannak szép számmal. Elsősorban az utat az eszembe, hogy én mint kis óvodás kerültem az óvodába, és az időnken én voltam az óvodavezető. Szeretettel emlékszem vissza a régi óvoda épületére, a régi irodájára, ami ott a hátsó részén volt az épületnek, a régi óvodai ünnepségeinkre, a kedves óvodás életünkre. Aztán elkövetkezett az az idő, amikor nagy csoportosak lettünk, és felépült az új óvoda épülete. Mi nagy csoportosként utolsó évünkben kerültünk hát oda az óvodába, és nagy lelkesedéssel vettünk birtokunkba az épületet. Aztán eljött az idő, teltek az évek, és a pályaválasztás elé került az idő. Nyolcadikos lettem, és nagy örömmel újságoltam Irénkeninek, hogy felvettek a lobónőképző szakközépiskolába, és ezt el is tudtam végezni. Szeretettel emlékszem arra, amikor az óvodában végeztem a gyakorlatomat, és még az első óvodás évben, amikor elkezdtem dolgozni, akkor is az Irénkenin volt az óvodavezetőm. Az óvodá dolgozói és magam nevében is nagyon szépen köszönjük a munkáját, a segítségét, és kérjük, hogy Isten adjon még erőt, egészséget a továbbiakban. Gratulálok! Köszönöm szépen! Az önkormányzatunk nevében Gertrude Magdalénához azt kérem, szeretettel jöjjön. Kedves együttek, kedves gyermekem! A gyermeknevelés művészet, ugyanúgy, mint egy kőből kibontani a benne lévő szobrot, vagy hegedűből előcsalni a muzsikát. Igazi hatás, a jövőbe vetett hit legnemesebb formája. Kedves Irénkenini, kedves Irén Romboléni! Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy köszönhetem Önt, Verőce lakói, Verőce önkormányzat és az egykori óvodásai nevében. Mondjuk a maguk diszoklevő átételekor. Felemelő, szép kivatást választott 65 évvel ezelőtt, nemes feladat, szeretettel kívánni a világot a gyermekek előtt, segíteni őket az élet, örömökkel és szépséget teremteni útján, segíteni őket a nehézségek megoldásában. Májjön Fülembe Cseng, az Én elmentem adását, a Férkémzel című dal, fejvágott felelő játszott egy története, örömmel gondolok vissza az ügyelő okocskákra, súlygurmázásra, vagy a délután nyomadáshoz készült és Herceg utcájára, kinek nem itt kell aludni, ma még ezt utoljára nem beszél. Kellemes emléknek tűnnek, úgyhogy felépülnek a személyiségemben. Mert egy egész életre szóló hatást gyakorol, egy mosoly, egy simogatás, egy őszinte érdeklődés, meghallgatás, egy jókor, jól megfogalmazott mondat, cselekedet. Óvónéninek lenni hivatás, küldetés, boldog kísért pillanatokkal kísért kihívás, aminek alapja a gyermekek önzetlen szeretete. Ha kagyló vagyok, ők az igaz jobbak. Ha figyelmeztem, úgy ők a csillagok. És ha majd a kedvükért érzharangot öntök, ők lesznek az enyém is, én pedig hallgatok. Kedves Irénkeni, kedves Irénkeni, gratulálok a Vladikban a nézőkbeli átvételéhez. Köszönöm szépen az odaadását, lelkismeretes, Berőce lakói és sok-sok egykör óvodás nevében kívánok jó egészséget, Isten köszönjük szépen, és még igazgatom, ilyen intézményünk igazgatom, hogy azt mondja István, szóval néhány szó. Berőcei Kirdefen Református Általános Iskola óvoda és bölcsődő közös igazgatási törzsző intézményként működik. Én 2010 óta vagyok ennek az intézménynek a vezetője, úgyhogy személyesen nem találkozhatunk. A intézményünk minden dolgozója nevében kívánok jó egészséget, hosszú életet, sok boldogságot.
Isten áldásával fogadja szeretettel. Az intézmény fenntartó részéről vas diplomáját. Isten áldja meg, gazdagon. És nagyon-nagyon köszönöm mindenkit. Igen. Egy házközségű múlik, hogy szóval szeretettel. És akkor most hálatelt szívvel egy énekverset énekeljünk, köszöntésül is, imádságul is. Jöjj, mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel, mert rajtunk itt az Úr nagy csoda dolgot mivel. 167-es dicséret első versét énekeljük együtt. Szépen. Hirdetéseket mondom, Isten tiszteletünk vége felé. Hirdetem az adakozást, Isten igéje mondja, az adakozó bővelkedik, aki mást felüdít, maga is felüdül. Alkalmaink vasárnap 10 órakor Isten tisztelet és gyermek Isten tisztelet. Örömmel hirdetem, hogy a jövő vasárnap két felnőtt konfirmálónk is lesz, és gyermekkerességek is lesznek, ahogyan meghirdettük azoknak, akiknek elmaradt gyerekkorukban, nagyobbacska gyermekeket fogunk keresztelni, fogadjuk szeretettel őket. Szerdán 17:30-kor az Efézusi Biblióra sorozatban a dicsőítések lesz a téma. Szombaton 17:30-kor párcsoportban a hogyan vitatkozzunk és hogyan ne lesz a téma. Várjuk az érdeklődőket szeretettel. Megkezdődött egy koncert sorozat templomunkban. Elmúlt pénteken egy gyönyörű barokk koncertünk volt. Köszönet értek, köszönöm, akik ezen részt tudtak venni. 24-én pedig e hét csütörtökön egy orgona koncert lesz, ahol Szotyori Nagy Gábor testvérünk, Nagy Gábor orgonista testvérünknek a fia fog orgonálni, valamint a Cantus Beatus kórus gyülekezetünk kórusával egyesülve és gyermekkórussal kiegészítve fognak énekelni és szolgálni köztünk. Vendégünk lesz dr. Rétvári Bence, államtitkár úr, parlamenti képviselőnk. Ennek a csütörtök estének a persei pénzét pedig az üldözött keresztények megsegítésére fogjuk küldeni. Ha valakinek bármi kérdés van, Csorba László testvérünket keresse, ezügyben ő a szervező és minden részletet tud. A gyülekezeti hittanos tábor június 28-ától lesz július 2-ig, tehát hétfőtől péntekig, nem most, hanem majd két hét múlva, ugye jövő héten a kézműves tábor van az iskolában, és azt követően, úgyhogy a hétfőtől csütörtökig ottalvós tábor lesz a Csattogó völgyi táborban, a pénteki napot pedig itt a templomban és az udvarban fogják tölteni a gyermekeink. 18.000 forintnak hirdettük meg a részvételi díjat, mivel azonban hála hatalmas úrunknak az egyházmegyei támogatást elnyertük, így csak 15.000 forintot kérünk a gyermekektől, illetőleg a több gyermekeseknek további kedvezményt is igyekszünk adni, ahogyan szoktunk is. Természetesen adományt a költségek csökkentésére idén is elfogadunk, utalással vagy készpénzzel, csak írjuk rá, hogy adomány táborra. Szombaton esküvő is lesz templomunkban. Horváth Roland Szilárd, fiatal ember, Horváth Szilárd és Barta Mária szülők gyermeke, jegyezte Demény Viktória református hajadont, Demény György és Budai Mónika római katolikus szülők leányát. Házasság kötésük időpontja június 26-a, 15:45. Mint mindenki látja, templomtornyunk még be van állványozva, a munka folyik. Ígéret szerint a héten elkészül, reméljük, hogy így is lesz.
és nem csak ezt várjuk reménységgel, hanem a beadott további 3-4 pályázatunk eredmény hirdetését is. Végül pedig szeretném jelezni, hogy Fődi István testvérünk, közhasznú munkásunk, szolgatásunk jelenleg egy rehabilitációs otthonban van, a munkájára egyelőre hosszabb távon nem számítunk, nem számíthatunk. Isten tiszteletünk befejezéseképpen a 200. dicséretnek énekeljük mind a 6 versét, azt követően pedig fennállva a szózatot, és úgy vesszük az áldást. Yeah.
az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban mindenkor. Amen. Isten adjon békés szép vasárnapot, megáldott jövő hetet mindannyiunknak. Isten velünk, viszontlátásra.